ha van mérkőzés, ahol nem számít az, hogy itt 5 hely és 20 pont a különbség, akkor valószínűleg ez. Hiszen pillanatnyilag a Ferencváros első, az Újpest 6. A pontok megosztása pedig ugye 57, illetve 37. Az Újpestről azt hiszem már, mint kieső jelöltről a Honvéd elleni győzelem után nem beszélhetünk. A Ferencvárosról pedig még mind bajnok csapatról nem beszélhetünk. És most már egy jobb külsővel betett labda után Guré fejelne, Kovácsevics kibólítja a labdát Antonov lőballal, és ez megy mellé. Paujevic húzza meg, és teszi át a túloldalra, Csobot érkezik. Ez nagy helyzet volt, Csoboté most. Csobot gurítja vissza, lövő helyzet, Mörsel, megpattan szöglet. Ez is tovább, Tokmak. Tokmak, Marquinhos indul, Marquinhos kap jó átadást, Marquinhos gól helyzetben, Nikolic védi ki, még mindig ott van Golyáknál, és Golyák betekeri. Óriási góllal szerez vezetést a Ferencváros. A 24. percben, a második hullámban érkező Golyák szenzációsan találja el a labdát. Míg vizsgálják a gólt, hogy Marquinhos nem volt-e lesen, nos természetesen ebből a képből az derül ki, hogy nem. Golyák pedig mesterien csavarja be. Itt nagy választása nem volt Marquinhosnak, mert csúszott Castrati, Nikolic is érezte, hogy hova jön a labda. Ezt is érezte, csak ezt nem tudta kivédeni. Golyák átveheti, még mellé is léphet, és ahogyan benyesi oda a bal felsőbe, azt adítani való. Paujevic jól veszi észre Antonovot a bal oldalon. Antonov Mörsel irányába, Mörsel lő, gól! 41. perc, Knuster elkésik, Mörsel pedig kapásból a rövid sarokba lő. 1-1. És meg kell dicsérni Antonovot, aki remekül adta be a labdát. Megvannak a ferencvárosiak, Knuster egész egyszerűen elnézi ezt a labdát, és talán Dibusz sem arra számít, hogy a rövid sarokba jön. Guré a gólszerző, javítom magam, elnézést, valószínűleg Mörselt mondtam. Guré találatával egyenlít az Újpest. Traoré, még mehet tovább. És egy lövés, ami beakad! 2-1! Ezt nagyon eltalálta. És itt már csak át kell vennie megint Golyáknak és berúgnia. Hát lehet, hogy Golyák eddig nem nagyon váltotta be a hozzáfűzött reményeket, mármint gólerősségben semmiképpen. De ezen a mérkőzésen már másodszor nyesi el tökéletesen a kapufa mellé, elérhetetlenül. Hovosszú, Traoré, Barát, Lisztes előtt a helyzet, és ott a gól! 60. perc, Lisztes megint beáll, és megint gólt lő. Ez már a 4. gólja. 2 nyomott a Fehérvárnak, 1 a Vasasnak, és 1 most az Újpestnek. Nem ismer kegyelmet a kapu előtt most a Ferencváros. Szépen hozzá el Ovosu és Traoré is, itt Barát lép neki, és Lisztes, ahogy rácsap, habozás nélkül. Ellentmondás nem tűrő ember ugja. Kanculász, Simon, be tudja adni, ott a fejes, Guré. Csobot indul, és veszi le jól a labdát, Csobot, mellé. És ez sem volt les. Ambrose, és Szemimájé kirúgja szögletre. Jött Guré, és érkezett Simon is. Gyorsan kis szögletet rúghatta az Újpest. El is végzik, Jakobi. Be is adja, ott a fejes, nem ment be, Dibusz kiütötte. Itt a szöglet, és itt van Guré fejese, a kapufáról kijön a labda, és Dibusz mielőtt még Diaby betenné a kapuba, elüti. Diaby is elöl. Diaby elcsúsztatja a labdát. Botka. Simon! És gól! Ez
ez bizony bent van. Szalad a partjelző. Botka várt Dibuszra, Dibusz Botkára, Simon pedig gólt szerez. A negyediket pályafutása során az első osztályban a Ferencváros ellen. Itt fejel Diaby, és itt Botka azt hiszi, hogy jön a kapus, de nem jön, és ez érzésem szerint bent van, de hát ez nem az én érzésemen múlik. Simon nagyon harcos, elemeli Dibusz mellett, és kikanalazza a labdát, de ott már benn is pattant, amikor Knuster hozzáért. Ez gól lesz. Szép csel, és Lisztes megy tovább, Lisztes még, Lisztes lő, szöglet, Nikolić védett. Diaby ellövi, mellé,